eljött a várvárt pillanat. Reagálni fog a régi törölt videóim. Egy 2016-os Cségó videó, ami konkrétan a gépemen sincs meg. Mi az a mikrofon? Oké, hogy úgy nézek ki, mint egy 14 éves, de mi az a mikrofon? Micsoda zene megy alatta meg minden? Jó volt hangulat. Igenem. Akkor tudtam játszani, az fixen. Akkor jó player voltam. És a régi intro! Oh my god! A mai nosztalgiázást egyébként a World of Warships támogatta, de erről több infó később. Sziasztok, én Alex vagyok, és ez itt a Cségó versengős videóknak a 14. része, amelyben az Inferno pályán fogunk játszani. Azt a rohadt, azt a milyen kínosan beszélgettem. Nem, mint a most tökéletesül dumálnék, tudjátok, van egy csomó mém, hogy a mai 17 évesek így néznek ki, és Alex 16-17 éves, ahogy nézett ki. Az volt a fénykor, az igazi Cségó videók, a régi Alex Gaming, hol a régi Alex Gaming, az volt a fénykorszak, érted? Na jó, szerintem a többi videót a gépemen próbál megkeresni, hogy ott is hát találok ilyen-olyan szaftos dolgokat. Mint például ezt ne csináld a Kinder tojással. Nem akarom ezt tudni, hogy mi volt. Figyelem, ne vegyétek komolyan a videót, csak hülyeség. Hát az szinte az összes videóra ezt el lehetne mondani, de jó, már akkor tudtam, hogy hogy megy az egész. Én ezeket teljesen elfelejtettem. Mi volt ez? Ez egy How to Basic inspiráció ez a futár. Nem értem, mi lesz ebből? Mire készültem? Te jó ég. És akkor ebben a videóban ki fogunk unboxingolni egy Kinder tojást. Nem egyet. 10 darab Kinder tojást. Azt a kúhva eget! Tényleg, régen mennyi mémet vágtam be a videóimban. De még mindig nem hiszem el, hogy csinálok egy videót arról, hogy kibontok pár Kinder tojást. Használjuk a hüvelykujjunkat, valahogy így. Na, hogy sokkal jobb. Oké, azt hiszem most már leesett és kezdek emlékezni. Ez egy paródia videó akart lenni, mivel egy videóm se lett családból át, mert a rendszer nagyon szar volt. Most se tökéletes a YouTube, de jelentősen javul. Ezt ne csináld beköltött szemmel, úristen, előre félek. Bekötött szemek, úgy hetetés, epic content ismét. Hát tényleg jó. Jézusom, nem fog ma összejönni ez az etetés. Oh, megfejed! Nesze! Jaj, nem. Ezt a pillanatot milyen jó helyzet rájtottam meg, beszorát. Mi van a dobozban? Na jó, ez brutál egy. Fordulj el, szépen behelyezem a tárgyat. Bocsánat, hogy megálltam ezt a videót, de fel kell dolgozzam, hogy miféle humorérzékem volt nekem régen. Egyébként ott is van egy kamera, hogy esetleg jobban lássátok majd, hogy... Meghalok ezeken a bevágásokon. De igen, lájkold a videót és iratkozz fel, még nem vagy látod, akkor is kiregetős köcsög voltam. Hajrá! Asztrat, esküszöm, tök jól van összevágva. Oké, hogy ott hülye poénok vannak meg, értitek, sokkal gyerekesebbek voltak, de tök jól van összevágva ez a videó, esküszöm. Na de amíg Alex ott jól szorakozik a háttérbe, hadd köszönjem meg a World of Warships-nek, hogy ismét támogatta a mai videót. Tudom, szinte mindenki ismeri már ezt a játékot, de annak ellenére, hogy teljesen ingyenes, még mindig egy csomóan ki se próbáltátok. Mert őszintén, ha szereted a hajós, csatázós, háborúzós, robbantós játékokat, akkor szerintem ebben sem fogsz csalódni. Ugye, hogy igazán van, Alex? Te is szereted az ilyen robbantós játékokat. Ez ha valami undorító tűz, én úgy verdugom a senkit. Hát igen, ő most el van foglalva, nem tud figyelni ránk, mindjárt oda visszatér. Azt még feltétlenül tudatok kell, hogy ha a leírásban lévő linken keresztül most regisztráltok először, akkor kaptok 500 dublon, 7 nap prémiumot, 2 millió kreditet és még egy csomó szaftos bónusz. Ez szerintem elég menő dolog a fejlesztőktől, hogy a kezdőkkel ennyire törődni szeretné. Azt mondom, adj egy próbát neki, tényleg veszteni való nincsen, link a leírásban, és akkor jó csatázás! Hoppa. Hány inger kihívás, parapong? Ott van, kedves munkatársam. Fogyaték! Tényleg a fogya... Jó. Mindjárt meg fogom keresni, onnan van ez, de akkora mém volt előttnek ez a beszólása akkoriban.
Tényleg megittam a sarat. Beszarok komolyan. Én tudom, hogy egy csontkollekció voltam, de hogy ennyire? Hallod? Mi ez a mínusz 50-es kart? Egy jó ég. Nem mondta, hogy ilyen óriási lennék, de azért... Azért a... Megkeresem az ikonikus mondatát elődnek. Itt is vagyunk a videók szekcióban, és ha bejtjátok azt, hogy legrégebbi, akkor nyilván a legrégebbi videókat megtaláljátok, és tényleg innen sajnos nagyon sok eltűnt, de még itt van miből válogatni. Ha jól tudom, ebbe volt. Tudja, hogy ebbe volt. Figyeltünk! Igen! Az megvan! Nem tudom mai napig, hogy miért, de ez annyira tetszett annak a kevés nézőimnek, és nem tudom, itt hány feliratkozom lehetett, maximum pár száz. Fárasztó viccek, lisztes büntetés. Nézd bele a kamerába. Mi a tököm volt ez a hangeffekt? Mire kellett ide bevágni? Hogy hívják a bátor, mindenre képes kanalat? Merőkanál. Headshot! Hú, azért kaptam! Ja, és azt még feltakarítta meg minden, fú. Hát azóta eltelt több mint 5 év, igen. Na most mit tudják csinálni? Akkor ez volt, akkor ezt csináltuk, ez esett jó. Ezzel régen, amikor az ember nem volt annyira népszerű, senki nem kötött bele, hogyan videózzál, mint videózzál, úgy volt jó, ahogy jött, s kész. Nem voltak renterek, nem volt annyi agyament komment, nem volt akkor elvárás. Egyszerűen az emberek hátat öltek és élvezték. Mi ez? Tehén jelmezben az utcán. Nem is erre, én azt hittem erre, gondoltam, fog követni. Előre szólok, kedves srácok és lányok, hogy ez a videó, nem tudom, hogy... Én elmondom, ne vegyétek komolyan, azt fogom mondani, ezt azt annyiszor elmondtam, és úgyis annyiszor komolyan vették. Elkezdem a videót! Hi! How are you? Please tell me, how are you? És konkrétan az lesz a content, hogy kimegyek az utcára bejelmezben, mi valami rémlik. Epic content. Kimentem egy jelmez az utcán. Robbantott gyümölcs. Tudjátok mit? Az almát felrevittem a levegőbe. Hú, basz. Na jó, ezt lehet, hogy a YouTube szedte le, mert azt hiszem ez egy ilyen atompetárdás videó volt, tehát... Hát az komolyat szólt, úgyhogy ezt lehet, hogy skippelem, nem akarom, hogy kibannol YouTube ezt a videót is. Helyszínhab és két hülye vár. Na sziasztok, én Alex vagyok, és itt van velem... Michael Geza! Gézz, ami a szar. Hát ez nagyon jó meghalomról, tényleg. Igen, ahogy elnézem ez a videó, az, hogy tettük szépen a téteket, és tejszjabozottuk egymást. Gondolom annak függvényében, hogy lúzoltunk-e, vagy sem. Folyik az egész popán. Folyik az egész. Mi a szar, ez a bevágása, kiégek. Hallod, lemerült ez a kamera, what? Chego hide and seek, atya úristen, ott is hogy nézek ki, tiszta kölyök fejem van. Ja, Istvánka... Jumpscare. Azt kell, hogy az arcomba beugorjon valamit, a képernyőt átütötte. Be fog ugrani, 100%. Jézus! Miért? A füles le, egyből a füles, mi volt ez? És mi ez a bevágás? Na jó, még talán ebbe a videóban lesz egy darab ikonikus jelenetet, még meg akarok keresni. Do you think this is funny? You will be banned, don't know well much. Minőségi Chego contenteket csinált. De látjátok, valahol el kell kezdeni én is egy idióta mikrofonnal, szarkinézettel, telefonnal, és azzal kogtalan, hogy volt, megpróbáltam valamilyen contentet csinálni, és hát eltelt 6-7 év, és itt vagyunk. Több mint 800-an iratkozhatok fel a csatornán, a mai napig tényleg akármilyen sablon szövegnek hangzik, de nem tudom még mindig felfogni, ez mennyi ember is, hogy mennyien szerettek nézni a videóimat. El nem tudjátok képzelni, mennyire hálás vagyok ezért, de most a képernyőn megjelent egy újabb videó, amit a YouTube bácsi úgy gondolja, tetszett nektek. És végül, de nem utolsó sorban, köszönöm, hogy a World of Warships társult ehhez a nosztalgiázáshoz. Egyrészt nekik is köszönhetem, hogy ott tartok, ahol mivel visszatérő támogatók. Próbáljátok ki, szerintem nincs semmi vesztenivalót.